A legfontosabbnak én az öntöző rendszer tartom, hiszen ez a park azért ki van téve az időjárás viszontagságainak, és sajnos már az idei év nagyon szép esős esztendő volt, de ez általában ilyenkor sárga, poros park szokott lenni, ezért volt kifejezetten fontos az öntöző rendszer. Megújult maga a játszó felület, illetve a gyöngykavics burkolat. Itt pont a mögöttünk lévő kis házikó is egy teljesen új beszerzés, tehát ezzel is gazdagítva itt a Csörsz játszótérnek az eszköz állományát, illetve a csúszdát helyeztünk át, gumiburkolatot helyeztünk el, tehát próbáljuk, mint hogy általában a kerület összes játszóterét egy komfortos, 21. századi követelményeknek megfelelő játszótérré alakítani. Igyekszünk olyan közösségi tereket létrehozni, ahol a kutyafuttatók, a kisgyermekek, a serdülők, és akár a felnőttek is, hiszen olyan felnőtt kvázi játszóeszközöket, vagy inkább ezeket nevezni sporteszközöknek, olyanokat is letelepítünk, amelyekkel ők is lefoglalhatják magukat, és így hétvégente, délutánonként, amikor szabad idő van, akkor hasznosan tudják eltölteni a kerületi zöld felületen az idejüket.